Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Deli Kinga vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sűrűköd az utakon. Fokozott figyelmet kér a közlekedőktől a rendőrség. Népszerűek a szakképzőiskolák. Tolna megyében 8 intézmény várja a diákokat. Nem találják a késelés áldozatát. Saját élettársát szurkálta meg a szekszárdi nő az ügyész szerint. Fókuszban az egészséges életmód. Sportnapon vettek részt a tolnai ovisok. Nagyobb odafigyelést igényel a ködös időben történő közlekedés. Erre hívja fel a figyelmet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, amennyiben az autó ködlámpával felszerelt, mindenképpen használjuk azt. Az őszi időjáráskor való közlekedés nagyobb odafigyelést igényel. A köd különösen lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a párareteg olykor átláthatatlan, és a sofőr nem tudhatja, hogy milyen akadályok jelenhetnek meg előtte, valamint a közvilágítás sem segíti a haladást. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, az autósoknak oda kell figyelniük arra, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, sokkal óvatosabban, mint a nyári időszakban, illetve fontos a követési távolság betartása, valamint indokolt esetben a ködfényszóró használata. A KRESZ alapvetően nem tiltja a ködlámpa használatát, abban az esetben engedélyezi, amikor rossz látási viszonyok között közlekedik valaki. Ez azt jelenti, hogy ha rossz látási viszonyok között közlekedünk, akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül, alapvetően nem tilos ennek a használata. Azonban nagyon fontos, hogy a másik velünk szemben közlekedő személyt, vagy a mögöttünk közlekedő autóst ne vakítsuk el. A párás ködös időben a ködlámpa használata mellett érdemes kisebb sebességet választani, és nagyobb követési távolságot tartani. Minden esetben legyünk egymással toleránsak, figyeljünk egymásra, mind a gyalogosokra, mind a járművel közlekedőkre, hiszen mindenkit hazavárnak, és fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Ha pedig kiszállunk a kocsiból, lakott területen kívüli útszakaszon mindig vegyünk fel fényvisszaverő mellényt, ami az észlelhetőségünket és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növeli. Ha Magyarország nem védi meg a határait, összeomolhat az egységes Európai Uniós belső piac, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Berlinben a magyar-német gazdasági kapcsolatokról rendezett fórumon. Hangoztatta, hogy mivel Magyarország nyitott ország, a határvédelem gazdaságpolitikájának is része kell, hogy legyen. A politikai biztonságot a kormány stabilitása garantálja, a fizikai biztonságot egyebek között azzal lehet biztosítani, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete lesz. Az energiabiztonságnak pedig fontos része, hogy az országnak 6 hónapra elegendő gáztartaléka van. Én ebben a háborúban nem hiszek. Ebből semmi jó nem fog kifakadni. Ebből a háború csak rossz dolgok fognak fakadni. Ezért szerintem békére van szükség. És Magyarország nem fog belekeveredni semmilyen konfliktusba, mi fegyvert sem szállítunk, majd erről nyilván beszélhetünk, fegyvert sem szállítunk Ukrajnába, és Magyarország biztosan a béke szigete lesz, akármi is történjen a következő időszakban. Tehát a fizikai biztonság az Magyarországon a következő időszakban rendelkezésre fog állni, akárhogyan is alakul a háború. Már csak ezen a héten lehet online kitölteni a népszámlálási kérdőíveket, figyelmeztetett a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben felhívták a figyelmet arra, hogy az idei adatgyűjtés első online szakasza október 16-án vasárnap éjfélkor lezárul, de addig mindenki önállóan is megválaszolhatja a kérdéseket a belépés.népszámlálás2022.hu oldalon. Akik addig nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat október 17 és november 20-a között számlálóbiztosok keresik fel, és akkor már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdéseket. A kitöltéshez szükséges belépési kód a korábban kézbesített felkérőlevélben található. Ha valaki nem kapott felkérőlevelet, akkor a népszámlálás honlapján keresztül ügyfélkapu segítségével van lehetősége belépési kódot igényelni, írták. Hozzátéve, ha valaki ezzel nem rendelkezik, kérheti egy családtagját, ismerősét, hogy segítsen a kódigénylésben. Akik egyszerre több számlát kapnak az MVM-től,
A feltüntetett határidőn túl december 15-ig kamatmentesen halasztva is fizethetnek, és részletfizetést is igényelhetnek, közölt az MVM Next Energiakereskedelmi ZRT. A közleményből kiderült, hogy az új szabályok szerint készült első számlák kiállítása augusztusban kezdődött meg, azóta csak nem 11 millió számlát küldött ki az MVM. Azok a lakossági ügyfelek, akiknek az elmúlt időszakban a cég még nem állított ki számlát, egyszerre több számlát fognak kapni, melynek fizetési határideje meg fog egyezni. Figyelembe véve, hogy ezek egyidejű befizetése jelentős anyagi teherrel járhat, az ügyfeleknek a feltüntetett fizetési határidőn túl lehetőségük lesz halasztott módon december 15-ig rendezni ezeket, fejtették ki. Azok a tanulók, akik a 2022-2023-as tanévben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat, hamarosan döntést kell hozniuk arról, hogy melyik iskolában folytatják tovább diák éveiket. A Tolna megyei szakképzőcentrum intézményei széles palettát kínálnak tovább tanulási lehetőségekből a fiatalok számára. Bár nemrég kezdődött el az oktatás, már is komoly és nehéz döntés előtt állnak azok a 8. osztályos tanulók, akik az idei tanévben fejezik be az általános iskolát, hiszen az év végéig, de legkésőbb februárig választaniuk kell, hogy merre folytatják a tanulmányaikat. A Tolna megyei szakképzési centrum intézményei széles palettát kínálnak a diákok számára tovább tanulásra. 16 ágazatunk és több mint 40 szakmánk szerepel a palettán. Ebből tudnak a jelentkezők válogatni a szépészettől, a gépészeten, a gazdálkodási ágazatoktól kezdődően az autós szakmákig nagyon-nagyon széles a paletta. Hogyha tájékozódni szeretnének a szülők, illetve a tanulók, akkor a Tolna megyei szakképzési centrum, illetve az iskoláinak a honlapján kapnak erre vonatkozó információt. Nem csak a képzési palettát tudják itt megtekinteni, hanem nagyon részletes információt találhatnak meg arról, hogy mennyiben vonzó lehetőséget kínál a szakképzés ma a jelentkezőknek, mit jelent ma ösztöndíjat kapni, mit jelent, hogy szakképzési munkabért kaphat a duális partnernél a tanulónk, illetve mit jelent a pályakezdési támogatás. Egyáltalán mitől vonzó a szakképzés. Illetve azok a diákok, akik testközelből szeretnének bepillantást kapni egy-egy intézmény kínálatából, azok a hamarosan kezdődő nyílt napok keretein belül tudják ezt megtenni. Egy felmérés szerint a meghirdetett autók átlagárai 4,6 millió forintra nőttek idén a harmadik negyedévben, miközben 2020 elején még 2,5 millió forinton, majd 2021 végén valamivel 4,5 millió forint felett álltak. A közleményben tájékoztattak arról, hogy az új autók piaca 9,3%-kal csökkent az első háromnegyed évben. A használt autók importja augusztusban 11%-kal, szeptemberben már 22%-kal maradt el az előző évtől, fejtették ki. A legolcsóbb, 500 ezer forint alatti szegmens kínálata és kereslete egyre csökken, ahogyan az 1 és az 1,5 millió forintig autót remélők és kínálók köre is. A legtöbb vevő továbbra is 1,5 és 3 millió forint között szűr. A 3 és 5 millió forint közötti ársában érdeklődők aránya az év első felében némiképp nőtt, ahogy az 5 és 10 és a 10 és 20 millió forint között nézelődőké is. Saját élettársát késelte meg egy nő szexárdon. Az eset még évekkel ezelőtt történt, az ügyet most tárgyalják. Csak hogy sem a sértettet, sem a vádlottat nem tudják kihallgatni, mert egyikőjük elszökött, a másik felet pedig egyszerűen nem találják. Emiatt lehet, hogy az ügyet majd le kell zárni. Még 2014-ben történt a késelés. A nő és a férje összevesztek, ekkor támadta meg az asszony az áldozatot. A hátába vágott többször egy rövid pengélyű kést. A rendőröknek viszont először mindketten azt mondták, a férjet üvegszilánkok sebesítették meg. Csak hogy később a nő elhagyta a férfit, aki bosszúból feljelentést tett a korábbi támadás miatt. Az ügyben most tartottak tárgyalást, ám a teremben sem a vádlott, sem a sértett nem volt jelen, utóbbit még a rendőrök sem találják hónapok óta. Ezért most körözni kezdték. A vádlott nő ügyvédje azt mondja, Védence az Európai Unión kívüli országba menekült. Az ő hazahozatalára, Angliából történő hazahozatalára tett hatósági intézkedések nem vezettek eredményre.
tekintettel három gyermekére, aki szintén Angliában vele tartózkodik egy háztartásban, az ottani igazságügyi szervek megtagadták a kiadatását emberi jogokra hivatkozva. A védő szerint az sem kizárt, hogy a vádlott jelenléte nélkül nem lehet majd ítéletet hozni, ezért meg kell szüntetni az életveszélyes testi sértés miatt indult ügyet. Ha tanúvallomásokra támaszkodik a vád, és az ebben lévő bizonyítékokat próbálja felhasználni a büntetőjogi felelősség megállapítása, az igen nehéz, hiszen 8 év távlatában már hogyan és ki emlékszik ezekre az eseményekre pontosan. A saját élettársát megkéselő nő tehát vélhetően megúszta majd a börtönbüntetést. A szűk esztendőkben kiemelten fontos az egyházak közösségépítő és erősítő munkája, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden. Soltész Miklós fontosnak nevezte, hogy azok az egyházakat érintő fejlesztések, amelyek országszerte az elmúlt években elkészültek, a következő időszakban megteljenek tartalommal. Szükség van erre, hogy a nehézségeket a közösség az összefogás erejével képesek legyünk a javunkra fordítani, tette hozzá. Egyúttal arra kérte a felekezeteket, merjék megszólítani a nehéz élethelyzetben lévőket, valamint a fogyasztói társadalom évtizedeiben nevelkedett fiatalokat, megmutatva nekik, hogy az emberi kapcsolatokban, a közösségekben szűkebb anyagi lehetőségek között is lehet értékeket találni és teremteni. A Tolnai Vosinszky Mór óvoda 5 tagintézményéből vettek részt a nagycsoportosok a számukra megrendezett sportnapon. Az ügyességi feladatokkal tarkított nap célja az volt, hogy a kicsik a délelőtt során sokféle mozgásformát kipróbáljanak, ezzel is fejlesztve az állóképességüket, az egyensúly érzéküket és a gyorsaságukat. Labdavezetés, ügyességi feladatok, vetélkedők, ezek mind-mind részét képezték a tolnai óvodásoknak tartott sportnapon. Az ötlet a Gesztenyéskert óvitól származott, ugyanis itt a hétköznapokban is az egészséges életmódra nevelés a fő profil. Az intézményben egész héten e körül forogtak a programok, de az óvodapedagógusok úgy gondolták, hogy a sportnapra már a többi tagintézmény gyerekeit is meghívják. Nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, hiszen a mozgás nagyon fontos a gyerekek számára, és így ezt a napot akkor most így Vosinszky Mór intézményi szinten megtartottuk. Nagyon jó az idő hozzá, nagyon szuper a pályánk, amit támogatásképpen megkaphattunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg kell nézni a gyerekek arcát, nagyon boldogan tevékenykednek, itt a nap ránk sütött, úgyhogy a mozgás az azt gondolom ennél több nem is kell, és hogy az egészséges életmód itt a legfontosabb. A pedagógusok úgy állították össze a feladatokat, hogy azok végrehajtása során a gyerekek az erőt, a gyorsaságot és az állóképességüket is fejlesztik. Minden állomásnak más a feladata, vannak egyensúlyozó feladatok, labda, foci, kézilabda, ugráló, tehát igazából minden zsákban ugrálás, az is egy nagyon kedvelt tevékenység a gyerekeknek, így aztán igazából a teljes testet megmozgatva, reggel egy reggeli tornával, egy kis futással, igazából azt gondoljuk, hogy teljes lesz ez a délelőtt. A sportnapot hagyományteremtő jellege hozták létre, remélve, hogy a jövőben is ugyanekkora népszerűségnek örvend majd, hiszen a mozgás nagyon fontos alappillére a gyermekek egészséges fejlődésének. Regionális híreink következnek. Javaslatok a pécsi önkormányzaton. Csökkenteni akarják a városi intézmények, cégek energiahasználatát. Olvasásra csábít a könyvtár. Játékos és kézműves foglalkozások várták a gyerekeket Kaposváron. Baranya segít együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért. Hogyan lehet energiát megtakarítani a pécsi intézményeknél, cégeknél? Erre tett több mint 100 pontos javaslatot a baloldali városházai vezetés. Ezt vitatták meg a polgári oldal képviselőivel, hogy majd a cselekvési tervet a kormánynak bemutatva támogatást kérjenek a megnövekedett energiaszámlákhoz. Ez az egyik oldal a pécsi energetikai cselekvési tervből, amiről egyeztetést tartott a városvezetője és az ellenzéki oldal a városházán, ketten. 104 pontos intézkedési csomagot állítottak össze a baloldali városvezetők. Ezt ismertette a gazdasági alpolgármester a megbeszélés után a sajtóképviselőivel. Az elektromos áram, amely a legjelentősebb növekedést okozza Pécsen, ugye már idén is ötszörös árat fizetünk, a jelenlegi árak szerint ez még további 2,5-szeres növekedése megy föl. Ez ugye azt jelenti, hogy tavalyi évhez képest
két év, tehát a jövő évben és a tavaly előtti évben számomra 12-szeres áramszámlában nézünk szembe, kik a legnagyobb áramfogyasztók ebből adódóan. A tettyeforrás ZRT, ugye ez a vízi közműszolgáltató, a közvilágítási rendszer, a zsök épületei, Kodály központ, a műjégpály, hullámfürdő, állatkert. Bezárások nem lesznek, de általánosságban elmondható, hogy csökkentik az intézmények nyitvatartását, spórolnak a működési költségein. A közvilágítás azonban marad, mert ez biztonsági kockázatot jelent, tudtuk meg a beszámolón. Ruzsa Csaba azt mondta, ezzel az elszabadult energiárak miatti közel 6 milliárdos plusz teher 1,5 milliárd forinttal csökkenthető, valamint részben azonnali és részben középtávú fejlesztésekkel további megtakarításokat tud elérni. A személyi kifizetések kérdését is felvetette a polgári oldala megbeszélésen, mondta a Városi Fidesz frakció vezetője. Azt a kérdéskört, hogy a baloldali holdudvart érintő jóléti kiadások, amik ugye a városnak több százmillió forintjába kerülnek, azt ez az a pont, amikor nem lehet tovább tartani, és egészen biztosan, hogy most jött el az a pillanat, amikor őszintén szembe kell nézniük, és annak a néhány embernek, néhány kulcsfigurának az érdeksérelme mellett, de a pécsiek érdeksérelme nélkül több százmillió forintos megtakarítást lehetne elérni. Erre sajnálatos módon egyelőre nem volt nyitott a városvezetés. Ettől függetlenül kérték, hogy írásban is tegyék meg a javaslataikat a jobboldali frakciók, tudtuk meg Csizmadia Pétertől. A tervezett intézkedésekkel Pécs a kormányzattal ül le tárgyalni, hogy a rezsifizetéshez támogatást kapjon. Erre október végén, november elején kerülhet sor. Mintegy 4 milliárd forint plusz kiadásról van szó a takarékossági terven kívül, aminek fedezete jelenleg nincs meg a Baranyai megyeszékhely kasszájában, derült ki a városházi tájékoztatón. Játékos és kézműves foglalkozásokra várták a gyerekeket a kaposvári Takács Gyula megyei és városi könyvtárban. A barkácsolós délelőttön a családok közösen hangolódtak az őszre. Több kézműves foglalkozás is a tökre épült tegnap a kaposvári könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok helybéli záró rendezvényén lehetett a többi között színezni, barkácsolni és díszeket készíteni. Még csak ilyen tököt csináltam, de még mást is szeretnék, majd azt még nem tudom. Hogyan készült ez a tök? Hát, volt benne minden. A gyermekprogram nem titkolt célja az volt, hogy népszerűsítse a könyvtárba járást. A fiatalok ugyanis a digitális világban egyre kevésbé foglalkoznak az olvasással, a szülőkön keresztül viszont könnyebb megszólítani őket. Az intézményben a hétvégén beiratkozási akciót is tartottak. Elsősorban ugyanis a szülők azok, akik példát tudnak nyújtani így ebben is a gyereknek, és mivel együtt tudnak itt lenni, barkácsolnak, olvasnak, könyvet visznek, ugye a beiratkozás is kedvezményes a szülőknek, gyerekeknek, meg ingyenes, mint mindig, és ezáltal így egy nagyon kreatív és jó kis könyvtári programot tudtunk így összehozni. A beiratkozási akció a könyvtárosok szerint sikeres volt, rengetegen újították meg olvasójegyüket, vagy éppen váltottak egyet most először. Hogyan növelhető a foglalkoztatás Baranya megyében? Erre a kérdésre adott választ az a Paktum szervezet, amely a helyi sajátosságokat figyelembe véve segíti a munkához jutást. Megyénkben a foglalkoztatási mutatók területenként eltérők. Ezért fontos, hogy a helyi igényeket figyelembe vegyék, hangzott el a keddi alakuló ülésen. A most indult EU-s pénzügyi ciklusban 2027-ig 2 milliárd forintot fordítanak a megyében a foglalkoztatás növeléséhez a Baranya segít együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért program keretében. Települési polgármesterek, kamarák vezetői, civil szervezetek képviselői vettek részt a megyei Paktum szervezetének alakuló ülésén. Ez a Baranya segít együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért című projekt keretében valósult meg kedden. Ha munka van, akkor minden van. Ha megadatik az a családoknak, hogy munkából származó jövedelemből tartsák el a családjukat, akkor persze még számos gond lehet az élet különböző területein, de akkor azért az alapok rendben vannak. Hát a következő időszakban ahhoz lesz szükség sok-sok munkára és összefogásra, hogy ezt az alapot, azt, hogy mindenkinek, aki dolgozni akar, annak legyen munkája, és azért kapjon tisztességes olyan bért, amelyből el tudja tartani a családját, ezt az eredményt, ezt a vívmányt,
ezt szeretnénk megőrizni. Utalta a mai nehéz gazdasági helyzetre és a munkahelyek megtartásának fontosságára a megyei önkormányzat elnöke. A foglalkoztatási mutatók javításában egyrészt az országos GINOP programok segítenek, mondta a megyei főispán az alakuló ülésen. Ezeken a GINOP programokon kívül a megyei önkormányzattal Baranya Paktum néven és a Pécs megyei jogú városával pedig Pécs Paktum néven indítottunk a megyével közel egy 2 milliárdos, a várossal pedig közel egy 1 milliárdos programot. Ezeknek a helyi paktumoknak az a célja, hogy picit megkülönböztessük az országostól. Ahogy említettem, hogy nálunk megyén belül is milyen típusú eltérések vannak, igények, lehetőségek, ezért nekünk erre helyi szinten muszáj reagálnunk. Így a paktumon belül az adott települések sajátosságaihoz, lehetőségeihez igazodva tudnak javítani a foglalkoztatáson. Ezért szükséges a helyi vezetőkkel, gazdasági társaságokkal, kamarákkal, civil szervezetekkel együttműködni. A most indult EU-s pénzügyi ciklusban a megyei paktum szervezet 2 milliárdos támogatással tud segíteni a munkához jutásban. Ezt képzésekkel, különböző támogatásokkal teszik meg a szervezet keretein belül. 20 ezüstház facsemetét ültettek el a bárdudvarnokiak. A civil kezdeményezés célja a környék zöldítése, valamint a helyi termelők, főként a méhészek segítése volt. Szombat óta 20 ezüstház csemete szegélyezi a Petörkei tó partját a bicikliút mellett. A faültetést egy környékbéli fiatalember kezdeményezte. Egyik célja a közösségépítés volt. Az én ötletem igazából csak az volt, hogy jöjjön össze egy közösség, és hogy ültessünk fát, hogy valahogy valami jót is tegyünk. A helybéliek azért is örültek a csemetéknek, mert a Petörkei tó egyre kedveltebb, így nagy szükség van az árnyat adó fákra is. Az ezüsthárs, mint fafaj választása szintén tudatos volt. Az egy magyar honos fa, és a helyi méhészek, nagyon sok helyi méhészünk van, és azért ez nem egy utolsó szempont. És tulajdonképpen ezt most így elkezdtük, és ezt folytatnánk minden tavasszal és ősszel, illetve hát tavasszal az a cél, hogy a helyi lakosoknak, hogy mindenkinek az udvarában azért van egy facsemete, egy bokor, egy bármi, azoknak a felajánlásával majd szeretnénk parkosítani. És akkor jövő össze meg folytatni az ezüsthársoknak a bicikli úton végig, ameddig tudunk menni, végig ültetjük őket. A faültetés mellé állt a bárdudvarnoki önkormányzat is, a közösségi program pedig egy közös főzéssel zárult a tóparton. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Sűrűköd az utakon. Fokozott figyelmet kér a közlekedőktől a rendőrség. Népszerűek a szakképzőiskolák. Tolna megyében 8 intézmény várja a diákokat. Nem találják a késelés áldozatát. Saját élettársát szurkálta meg a szekszárdi nő az ügyész szerint. Fókuszban az egészséges életmód. Sportnapon vettek részt a tolnai ovisok. Csütörtökön túlnyomó rész napos idő következik gyenge fátyolfelhőzettel. Csapadék sehol nem hullik az országban. Éjszaka nyugat felől mérsékelten vastag felhősáv húzódik fölénk, mely hajnalra éri el a kereti országrészt. Gyenge marad a légmozgás. Friss híreinkkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!